köszöntöm Győr Ujvarát község polgármesterét, Kóbor Attilát, a község megjelent díszpolgárait, a képviselőtestület megjelent tagjait, dr. Szalma Milkovics Eszter jegyzőasszonyt, az intézményeket. Kiemelt tisztelettel köszöntöm a Baráti Hagyományőrző Egyesület megjelent tagjait és Török József urat, az Egyesület elnökét. Köszönjük minden kedves vendégünknek, hogy megtisztelik jelenlétükkel ünnepségünket. Felkérem Kóbor Attila polgármesterét, a Kúrját köszöntöm. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Én is külön köszöntöm Karákos országgyűlési képviselőket, hogy jelenlétével emeli az ünnepségünket. Annak az iskolának az ünnepségét, ami oly viharvert idők között ért meg. Ugye a mai településünk 4 fal összecsatolásából jött létre, most már 53 éve. Mindegyiknek volt iskolája, melyek a történetét, Német Endre Kóstoló Győrűdel történelméből, című könyvéből mindenki elolvasa. Barátival kapcsolatban az oktatásról egy katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvből szerezhetünk tudomást. Már 1698-tól írtják, hogy iskolában volt Győrű barátom, pontosabban akkor nincs a barátim. 1748-as egyházlátogatási jegyzőkönyv már biztos választ ad arra, hogy nagybarátom működött katolikus kántortanító, akit Dudari Andrásnak hívnak, és csak magyarul beszél. Varga Károlyné munkája alapján az 1848-49-ben nagybaráton két osztályú katolikus elemi iskola működött. A helybeli plébános volt az igazgatója. A tanítás nyelve magyar volt. Nagybaráton az új katolikus iskolát 1873-ban, a nagybaráti faluit pedig 1913-ban, ezt ahol jelenleg vagyunk, állami támogatással építették meg. A rendszerváltáskor a katolikus egyház visszakérte ezt az épületet, vissza is kapta, de ha visszaemlékszünk rá, tulajdonképpen nem történt vele semmi. És utána pár év alatt annyira tönkrement az állaga, hogy ahogy vitatott volt, hogy egyáltalán megmaradjon ez az iskola, vagy le kell bontani. Ez elég sok vitát váltott ki a településen, de egy része érdekes módon, ami újólag lett épülve, az itt a hátsó része az le lett bontva, ami eredetileg is iskolának épült az 1913-as években, az maradt meg. Tehát tulajdonképpen a régi rész van most meg, ami most felújításra került. Hogy ez az iskola most itt lehetünk, és ezt láthatjuk, ez a Győrűbáti Hagyományőrző Egyesületnek köszönhető. Ők voltak azok, akik kiálltak érte, akik ebben nagyon sok munkát lefektettek, de az anyagi lehetőségekhez mérten nem tudták azt a formában megvalósítani, hogy ez az iskola méltó módon lehessen átadása, méltó módon lehessen használni, és akkor a Győrűbáti önkormányzat felkarolta ezt az egész létesítményt, és ugye igazándiból a felkaroláshoz pénz kellett. A mai világban, ha pénz van, akkor mindent meg lehet valósítani. 2021-ben ez az iskola tulajdonképpen a mostani szintre került, a mostani szintre lett felhozva. Annyi volt, hogy az idejében lett még egy pár lámpa, egy-két tartozik hozzá építve, és az összes többi a tavalyi év folyamán gyakorlatilag egy olyan 4 éves intervallum alatt, amikor aktívan lett épülve, akkor ez megvalósult. Az önkormányzat támogatásával végzett felújításnál is sok óra önkéntes munka és felajánlás segítette az épületnek a megszépülését. Itt szeretném azokat külön kiemelni, akik nagyon sokat tettek ezért az épületét, és munkával, technikával, mindennel hozzájárultak, hogy az az épület most ebben a formában és ebben a minőségben átadásra kerülhessen, és a győrűbaráti civil szervezetek ezt majd fogják tudni használni. Köszönetet mondunk Szabó Károly annak a villanyfejlesztését, Csécsényi Roland tűzvédelmi termékeknek a hozzájárulásával, Kálavics Gergőnek és Kálavics Gézának a villanyrendszer képítéséhez, Németh Károlynak, és aki nagyon sokat tett, hogy itt ez a villamos hálózat kialakult, Rugos Gergelynek, önkormányzati képviselő, de ő pénzzel járult hozzá, hogy a fűtési rendszerek kialakulásra kerüljenek. Ő a támogatásával lett megvásárolva a klímarendszer, amiben most a fűtés ebben az épületben biztosítva van. Szeretnénk köszönetet mondani még Gombás Ádámnak, Balzer Gábornak, Burkus Tamásnak, az önkéntes
végzett munkavégzésével a villanyszerelésekért, Kerekes Szabolcsnak, Csizmadia Krisztiánnak és Csizmadia Tamásnak a gipszkartonozásért, a West Hungary Pro Kft-nek és Dávid Ferenc építanyag felajánlásokért és a munkákért, az Arabona Kolcsó Kft. Diszkőbútorlat felajánlásait, Stinnel Csabának, Farkas Lászlónak egyéni vállalkozó önkéntes munkavégzését. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy ez az épület ebben a formában megvalósulhatott. Köszönjük szépen, Gyűrű barát! A Baráti Haladó Cikara együttes következik. A vezetőjük Komjáti Erzsébet. A 26/2022. március 2. önkormányzati határozata alapján Győr-új barát közszolgálatért kitüntető díjat adományoz Veller Éva Marietta részére. Veller Éva 1997. május 16 napjától köztisztviselőként dolgozik a Győr-új baráti polgármesteri hivatalban. Igazgatási ügyintőzőként munkája nagyon sok részű. A hosszú évek alatt a munkaköre folyamatosan változott, bővült, hivatástudatának és szorgalmának köszönhetően minden új feladatot gyorsan elsajátított. Példaértékű a kollégák számára a jogszabályok naprakész ismerete. Hosszú évek óta segíti az önkormányzat szociális bizottságának munkáját, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. De én az Évával nem csak most dolgozom együtt, amit a polgármester lettem, hanem az előző munkahelyünk is ugyanaz volt, mégis ott együtt dolgoztunk még. Bár akkor, hát annak most már 30 éve elmúlt, nem nagyon gondoltam, hogy önkörül nyugdíjba megy, akkor én adhatom át neked kitüntetést, akkor azt nem is gondoltunk arra, hogy nyugdíj és nyugdíj. Jó, köszönöm szépen! Köszönöm én is mindenkit. Kamera elnő vagyok a Szociális Bizottság elnöke. És nagyon jó érzés, nagyon jó érzés, hogy olyan kollega nővel dolgozhatok, mint a Veller Éva.
Tehát a 20 év alatt megismertem én is őt, és a rendkívüli szociális érzékenysége, az igazságossága, jó szíve, igazi szívvel. A jó szíve gyakorlatilag köszönhető, hogy nagyon sok embernek tudtunk segíteni igazi rászorulóknak, és nagyon sok, tényleg ez egy olyan szakterület, ez a szociális bizottság, ahol rengeteg tragédiát látunk a családokban, rengeteg elesett embert látunk a családokban, és én szívem szerint ugye az éves ismeregeim mindenkinek segítenék, ugyanúgy, mint az Éva, és úgy gondolom, hogy nagy részt tudunk is segíteni az elesett embereknek. Az Évának óriási tapasztalata van, tehát a lelkiismeretes, tisztességes, és nagyon jó józanlátású munkatárs, és én nagyon büszke vagyok rá tényleg, hogy együtt lehetek vele is, és ha elmenne nyugdíjba, amit én nem szeretnék engedni, én már jeleztem a polgármester úrnak, hogy visszavárjuk őt a nyugdíjas éveibe is, kitaláljuk nyilván, hogy milyen kondíciók vagy konstrukciók ezek lehetséges, de én nem szeretném őt elengedni, tehát én itt fogom. Hogy mondják, így szeretném, hogyha lenne tovább, akkor is csinálni. És én attól függetlenül, hogy nyugdíjban ennek a életének a következő szakaszában nagyon hosszú, szép életet kívánok, és igazán büszke lett a eddig életútjára, amit tett Győző barátért, és tényleg kívánok nagyon sok boldog életet. Köszönöm szépen. Fogadja a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Március 2. önkormányzati határozata alapján Győrű barátért kitüntető címet adományoz Németh Ádám részére a helyi közösségi életben vállalt feladatai elismeréséül. Németh Ádám közösségi munkáján túl figyelemre méltó önzetlen segítsége is, amit a település érdekében eddig végzett és végez. Sokszor nem sajnál időt, pénzt, csak a feladatot és annak megvalósítását látja. Szinte gyermekként már falunk egyik önkéntes fiatalja volt, hiszen a Baráti Ifjúsági Egyesület tagjaként részt vett a közösségi eseményeken. Segítő volt a programok, a rendezvények lebonyolításánál. Azóta is lehet rá számítani évről évre, legyen ez bármi. Maján is, bográcsos banzáj, adventi vásár vagy gyors műszaki segítség, valamelyik intézményünkben. Ha nem szerel, akkor rakodik, ahol segít, amiben tud. Itt volt pont 9 éve március 14-én, amikor az országban a hómi az katasztrófa helyzet volt, majd 2013 júniusában a Dunai árvíznél is helytállt. Belvíz, eltűnt személy keresése és feladat, amit polgárőrként vagy tűzoltóként végez. Igen, mert itt is aktívtak. Településünkhöz és közösségünkhöz való hozzáállása figyelemre méltó. Köszönjük munkáját! Még egy dolgot, ha mondjak el az Ádámról. Én az Ádámot tulajdonképpen jó szerint azóta is benne, mint a polgármester lettem. Van 4 óvodán, bölcsödénk, egészségházunk, gyermekjóléti intézményünk. Hogyha ott a vízzel, a fűtéssel bármi gond volt, az Ádámot mindig el lehetett érni. Lehet, hogy akkor talán nem tudott jönni, mert valahol vidéken volt, de aznap este biztos, hogy egyébként legalább megnézte és megtudta, hogy mit csinálni, vagy meg tudta csinálni, és akkor megoldotta. Köszönjük szépen neki! Ünnepségünk véget ér, kérem fáradjanak át a másik terembe egy pezsgős kocintásra, és tekintsék meg a Pitypangó Oda hagyományos kiállítását. Egyben tisztelettel hívjuk Önöket 2022. március 15-én 12 órakor a Kossuth szoborhoz, a Csákosor utca és a Kossuth Lajos út csatlakozásánál az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett.